Sziasztok! A mai videóban az egész éves kedvenc termékeimről lesz szó a smink és körömápolás terén, ugyanis az előző videóban, ahogyan már említettem, annyira sok kedvenc gyűlt össze az arc- és testápolás terén is, hogy hosszú lett volna együtt a videó, így aztán két részre szedtem, és ismét egy kosárkában várják a termékek, hogy beszéljek róluk, elég sok minden fog itt felmerülni mindenféle árfekvésből, vágjunk is bele! Körömápolás terén elsőként az Essence-nek a Nail Art körömlak lemosóját szeretném említeni, amely az Álványon található meg, és 500 forintba kerül. Szerintem továbbra is ez a világ legjobb körömlak lemosója, és tényleg a glitteres lakkokkal is jobban elbánik, mint a többi. Természetesen ehhez is kell türelem, de úgy érzem, hogy gyorsabban leszedi, mint bármelyik másik, és az 500 forintos ár is rendkívül baráti, így hogy mindig újra szoktam vásárolni. A körömlakkoknál az volt a szempontom, hogy többször viselt lakkokról legyen szó, mert ugye nekem eléggé sok körömlakkom van, és nagyon ritka az, hogy bármelyiket is többször felkenjem. Ugyanakkor a most következő hármat az év folyamán többször is viseltem, és mind a három picture polish, ez azt hiszem, hogy elmond rólam valamit. Körömlak gurmé vagyok, ahogy ezt szebben mondanák ugye egyesek, szerintem pedig körömlak snob, de hát ki hogyan szereti ezt hívni. Tehát mind a három picture polish, és elsőként a mintit szeretném kiemelni, amely rendkívül vidám, gyönyörű nyári lak. Nagyon-nagyon szeretem, és érdekes módon nekem az ilyen lakkok, amelyekben ilyen matt csillámok találhatóak, és egyébként krémes jellegűek nagyon jól szoktak állni, és ezt is nagyon a magamének éreztem. Nagyon szeretem benne eleve az alapszínt is, mert nagyon illik hozzám, emellett pedig fehér és korall színű csillámok vannak benne, és a korall is egy nagyon nagy kedvenc nálam, úgyhogy ez tényleg nagy kedvenc volt, és többször is volt rajtam a nyár folyamán. Talán a legeslegtöbbet viselt pedig a Lizzie volt, amely ugye a Büszkeség és balítélet főhősnőjéről kapta a nevét, és egy csodálatos pasztellila lak, nagyobb és kisebb méretű holócsillámokkal egyaránt megpakolva, elég jól is fed, és szerintem nagyon mutatos a körmökön, ehhez majd mindenképpen lesz link a leírásban, hogy meg tudjátok tekinteni a blogon, és egyébként pedig minden egyébhez is, hogyha szerepelt a blogon, akkor lesz link a leírásban, és azt is megtalálhatjátok majd, hogy hol tudjátok megvásárolni. A harmadik pedig az Air, amely szintén érdekes módon egy regényhez kapcsolódik, a Jane Eyre című regénynek a főhősnőjéről kapta a nevét, és egy csodálatos, kifinomult, kicsit metálos beütésű, ugyanakkor holografikus lakról van szó, icipicit duokróm is, de tényleg csak annyira, hogy nem kelt hány inget bennem, én a túl duokrómokat nem tudom magamon elviselni, ez viszont óriási kedvenc, és nagyon-nagyon szeretem, hát a kék lakkok nekem ugye eleve is gyengéim, valamint ezt már sokszor mondtam, nagyon sokszor hordok farmer nadrágot fehér színű felsővel, és úgy érzem, hogy a kék lakkok ezt nagyon jól kiegészítik. Az Air az egyik legcsodásabb lak szerintem a világon, úgyhogy mindenképpen lesz ehhez is hivatkozás a leírásban. És akkor következzenek a körömlakkozás befejezéséhez szükséges termékek. A legnagyobb kedvencem az Everglaze lett, a China Glaze-nek a fedőlakja. Ez valami hihetetlen jó lak, nagyon sokféle tulajdonsága miatt szeretem. Egyrészt az ecsetéért is oda vagyok, mert rövidebbek a szálak, mint azt megszokhattuk sok más lak ecsetében, tehát szerintem jobb vele bánni. Esetében, nem ecsetében. Tehát könnyebb vele bánni, könnyebb vele célozni, az én esetemben nem szokta összehúzni a lakkokat, sokan panaszkodnak erre. Nekem ennél a laknál nem volt ilyen problémám, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon tudom ajánlani. A Nail-en tudjátok ezt is beszerezni. Ugyanakkor a következő kedvencet már a Müllerben szoktam én megvásárolni, illetve Rossmannban és DM-ben is kapható. Az Essence gyors szárító cseppjeiről van szó, 900 forintos áron kapható, ha jól emlékszem, de lehet, hogy olcsóbb ennél. Nagyon-nagyon szeretem, tehát miután használtam már gyors szárító fedőlakkot, például az előbb említetted, még ebből is szoktam csepegtetni a körmökre, mert még gyorsabban megszáradnak így, valamint olyan olajról van szó, amelyben vannak hidratáló anyagok, tehát a körömágybőrt is ápolják, és így ezáltal egy fotózásra kész körmöt kap, amikor megszáradt a körömlak, és mehetnek is a blogra a képek akár, már a teszten meg szoktam várni azt, hogy hogyan viselkedik a lak több napon keresztül, mennyire kopik, hogy ezt is bele tudjam foglalni a leírásba. És akkor haladjunk tovább a sminkelés témájában, itt az alapokról nem lesz szó, mert alapozó terén, illetve BB krémek, CC krémek terén eléggé ingadozó voltam az év első felében, és csak az ősz folyamán lettek meg az igazán nagy kedvenceim, így ezek majd inkább a decemberi kedvencek között fognak majd szerepelni. Ugyanakkor van egy nagyon nagy kedvenc, amely egész éves kedvenc, az púderről van szó, ugye, amelyel fixálni szoktam az alapozót, illetve a korrektort a szemem alatt, és a Catrice All Matte Plus púderéről van szó, mely 1150 forintba kerül, hogyha jól emlékszem.
emlékszem, és annyi kifogásom tud csak ellene lenni, hogy nincsen tükör a kompaktban, de egyébként egy tökéletesen jó termékről van szó, és azt is nagyon szeretem benne, hogy az ember nem tud vele túllőni a célon, tehát úgy mattít, hogy nem egy ilyen természetellenes maszk hatású arca lesz, hanem valóban egy bőrnek látszó ugyanakkor matt felület, úgyhogy nagyon-nagyon tudom ajánlani, és szerintem rendkívül jó az ára is, tényleg érdemes megnézni, én a Müllerben szoktam beszerezni. És bár alapozó kedvencem nem volt, egy primert szeretnék kiemelni, a Paizének a primeréről van szó, amely nagyon jó szerintem, olyan sikló érzést kölcsönöz a bőrnek, mármint hogy siklik rajta a termék utána, tehát jobban eloszlatható az alapozó, nem lesz olyan túl erős sem a színe, hanem természetesebb hatás érhető el vele szerintem. A pórusokon is egy picit segít, bár nem tünteti el őket teljesen, tehát ennyi az össz negatívuma, de nagyon-nagyon szeretem használni, és nagyon szereti a bőröm is. A Makeup Plaza-tól tudjátok megrendelni, és annyi a gondom vele, hogy nehéz kijelni a végén, tehát a pumpa már nem szedi ki a terméket, ezzel a kis csövével szoktam vadászni, illetve vattapálcikával oldható még meg esetleg. Látható, hogy még elég sok termék van benne, de már vadásznom kell, mert a pumpa már nem hozza ki. Tehát a csomagoláson változtathatnának, de maga a formula szerintem nagyon jó. A színes termékek közül elsőként ezt a Kallos szemöldök ceruzát szeretném kiemelni, amely 445 forintba került a helyi fodrászkellékesnél, tehát rendkívül jó ára van, és nagyon-nagyon jó termékről van szó, olyan, amely ugyan nem viaszos, és nem állítja csatarendbe mondjuk a szálakat, ugyanakkor nagyon kellemes használni, és mondjuk ki sem húzza a szőröket, hanem otthagyja őket a helyükön, tehát nem fenyeget olyan veszély, emiatt mondjuk ritkül a szemöldökünk. A színe az teljesen jól megfelel egy közép vagy világos szőke hajhoz, nekem ugye ez már nem annyira stimmel, de mindjárt mondom, hogy ezt hogyan szoktam megoldani, de mindenképpen ezzel szoktam kitölteni a réseket a hiányzó helyeken, illetve kicsit megformálom az ívet, mert van, ahol nekem nem úgy halad a szemöldököm, ahogy szeretném, úgyhogy az alapokat ezzel teremtem meg, és hát most már fél éve használom folyamatosan, és még mindig rendkívül sok van belőle, tehát tényleg a jó ár mellett még lassan is fogy, nagyon-nagyon tudom ajánlani. És akkor mondom is, hogy hogyan hangolom a vörös hajamhoz a szőke szemöldök ceruzát. A Makeup Revolution-nek ezt a termékét még a Pink Pandától kaptam tesztelésre, és eleinte is szerettem, ugyanakkor most úgy az ősz környékén nagyon-nagyon rákattantam, és több szempontból, illetve több okból is. Egyrészt van benne tükör, tehát van, hogy sminkeléskor ezt használom, és ebben sminkelek, de ez csak egy mellékes dolog. Ami fontos viszont, az az, hogy van benne ez a legvilágosabb szín, amely egy kicsit vöröses beütésű, tehát hogyha ezt használom az előbb említett szemöldök utával, akkor olyan lesz a szemöldököm, mint most, stimmel a hajszínemhez, nem kell aggódnom, hogy elütés mondjuk furán nézek ki. És még egy oka van, amiért nagyon szeretem, az az, hogy ez a másik világos szín, ez egy nagyon hideg szín, tehát rendkívül jó kontúrozó termékről van szó, ezt szoktam használni bizony az orcák alá, nagyon-nagyon szeretem ezt a színt, mert tényleg semmilyen fajta narancssárgásság nincsen benne, és még a kedvenc sleek termékemnél is hidegebb a színe, tehát nagyon-nagyon beválik erre is. Ettől függetlenül a Sleek Contour Kit sem maradhat ki, mert óriási kedvenc nálam, és egyrészt ugye a kontúrozó szint is jelentősen használom, és látszik már az alja már jó ideje, és szerintem lassan újat kell vásárolnom, amiatt, hogy szétesik majd a púder. Másrészt viszont a highlighter részt is nagyon sokat használtam az idén, és van is benne bemélyedés, hamarosan szerintem elérem az alját, és mindenféle területre szoktam használni, ugye a szemöldökcsontra, az orcákra, illetve az ajkak fölé, hogy teltennek tűnjenek az ajkaim. Nagyon-nagyon szeretem ezt a termékek mind a két részét, tényleg nagyon, és meg is mutatom, hogy milyen színe van, a középső ujjamon látható a kontúrszín, és a gyűrűs ujjamon ugye a highlighter. Olyan highlighterről van szó, amely fényes ugyan, de nem nagy szemcsés, tehát illetve természetes hatást is el tudunk vele érni, és nem leszünk tőle diszkógömbök. És van még egy sleek kedvencem, amely, hogyha kapható még, akkor mindenképpen lesz hozzá link a leírásban, mert fehér bőrűeknek az egyik legtökéletesebb sleek 3-as pirosító paletta véleményem szerint. A neve Pink Lemonade, és három csodálatos szín van benne. Az egyik az egy középső elvileg matt, krémes pirosító, de nyilván ugye a többiből a por azért rátévedt, tehát egy icipici fényt fog kapni, de egyébként kevésbé piszkos így az egésznek a hatása, mint én azt gondoltam, azt hittem, hogy nagyon tele fogom porolni majd a porállagúakkal, és ronda lesz az egész, de azért tényleg elég jól néz ki, és nem olyan vészes a helyzet szerencsére, és nagyon-nagyon szeretem azt, hogy ilyen érdekes, hogy ez a hideg árnyalatú pirosító is aranybeütésű csillámokat, illetve mikrocsillámokat is tartalmaz, és nagyon-nagyon egészséges, természetes hatás fényt ad az orcának, tényleg az egyik legjobb pirosító a világon. A másikat pedig akkor szeretem felvinni, hogyha például erősebb füstös smink van rajtam, akkor úgy érzem, hogy ilyen tompább, melegebb szín jobban áll az orcákon. Nagyon-nagyon szeretem ezt a palettát, tényleg érdemes megtekinteni, és ebben is van egyébként tükör méghozzá elég nagy méretű, úgyhogy nagyon-nagyon jó termékről van szó, tényleg az egyik nagyon nagy kedvencem.
A szemsmink felé tovább haladva két color tattoo-t szeretnék kiemelni, ugye a Maybelline-nek a termékeiről van szó, és nagyon sokaknak az On & On Bronze a kedvence, és tényleg az is egy nagyon jó termék, de én idén szinte nem is használtam, annyira rákattantam erre a kettőre, méghozzá úgy, hogy ha meleg sminket viseltem, akkor a Pink Gold nevűt kentem föl alapként, ha pedig hideg árnyalatot, akkor a Mauve Crush nevűt. Ugye itt arról van szó, hogy ezek önmagukban is hordhatóak lennének, mert állítólag így is tartósak meg minden, de én kizárólag szemhéj alapként használom őket. És azt kell erről tudni, hogy annak ellenére, hogy az egész arcom száraz, a szemhéjam kifejezetten olajosodásra hajlamos, és szinte mindenfajta alappal mindig beráncosodtak rajtam a szemfestékek, ezért nem is igazán szerettem sminkelni régebben. Ez viszont abszolút a helyén tartja őket egész nap, akár 10-12 órán keresztül is, tehát nem fognak beülni a redőkbe a termékek, hogyha ezeket használom alapként. Egyszerűen csodálatos, hogy mit tudnak tényleg, és 2600 forintért kaphatóak, hogyha jól emlékszem, ez így elég soknak tűnhet, de ezt a Pink Goldot már egy éve használom, és szinte tényleg mindig ehhez nyúlok. Látszik is ott az alján már, hogy ott van az üveg, és mindjárt vége lesz, de azért még jócskán van benne termék, szerintem még egy fél évet ki fog ezt tartani, úgyhogy lehet, hogy soknak tűnik, hogy az összeg elsőként, vagy elsőre, de valóban kiadós és hosszantartó termékre tehetünk szert. És mutatom a másikat is, ez így néz ki, a Mauve Crush, szerintem csodálatos duokrom színről van szó, és tökéletesen beállik, hogyha az ember valamilyen hideg sminket ken fel. Szempillákkal kapcsolatos termékek közül ezt az Avon szempilla göndörítőt szeretném kiemelni. Jelenleg ugyan nem ilyen kapható náluk, de kapható náluk most is 900 forintos áron. Nekem azért vált be annyira, mert az íve tökéletesen követi a szemem vonalát, és igazából szerintem összesen erre kell figyelni a szempilla göndörítő megvásárlásakor, hogy olyat találjunk, amely megfelel a mi szemünk ívének. Egyébként pedig semmi extrát nem kell tudnia, de nagyon-nagyon rákattantam. Nekem ugyanis eléggé kócosak is a szempilláim, amiatt, hogy általában szemüveget hordok és hozzáérnek az üveghez. Másrészt pedig sajnos lefele konyulnak inkább, viszont hogyha ezzel először lekezelem őket, és tényleg fölfele göndörítem őket, akkor utána a megfelelő szempilla spirállal tudom őket fixálni, és egész nap tartó szép ívű szempilláim lesznek. És a megfelelő szempilla spirálok közül a legtöbbet használt az Avon Super Shock volt, amelyek közül ez most éppen egy királykék kiadás, nem kell tőle megijedni, egyébként a szempillákon nem ennyire élénk, mint így tubusban. Azt kell róluk tudni, hogy nagyon nagy a keféjük, mégis megfelelően odaférnek minden pici szálhoz, és nagyon-nagyon jól megtartják a szempillák göndörségét. Szempilla göndörítő nélkül is használtam, és picikét göndörítenek, tehát ezért is szeretem. 1200-1300 forint környékén szokott lenni az Avon katalógusban, tehát jó ára is van, és tényleg az egyik legjobb, nem szokott mondjuk a nap végére leperegni a szempillákról, nem szokott a szemem alatt emiatt fekete vagy éppen kék rész lenni, úgyhogy abszolút tartós, nagyon jó termékekről van szó, és igazából én drogériában nem szeretek szempilla spirált vásárolni, mert nincsenek lefóliázva, és ki tudja, hogy kinyitotta ki őket és hányszor. Jártam úgy sajnos egy asztor 3000 forintos szempilla spirállal, hogy ki kellett dobnom már az elején, mert be volt száradva, mert valaki kibontotta a boltban. Nem tudom, hogy miért nem fóliázzák le őket, tényleg logikátlan ez számomra. Az Avontól viszont ugye eleve is friss kap az ember, ez garantált, de még le is van fóliázva, úgyhogy tényleg verhetetlen áron egy biztosan szűz terméket kapunk, amely abszolút jó minőségű, úgyhogy igazából az ő spiráljaik a kedvenceim. És most már csak a szemfesték paletták vannak hátra, és ismét a legtöbbet használt termékeket szeretném bemutatni. Elsőként a The Balm-nak a Balm Voyage nevű nagyon helyes kis palettáját, amelyet a Pink Pandától rendeltem. Ha jól emlékszem, 12.000 forintos áron kapható, vagy hát e körül. És van egy olyan része, ahol krémes pirosítók és szájfények vannak, ezt nagyon-nagyon ritkán szoktam csak használni, mert pirosítóként és szájfényként is beválnak. És azt szeretem benne, hogy ez így külön nyílik, tehát a másik részt, a szemhéj pudereket külön tudjuk felnyitni, így nem fogja mondjuk összeporolni a krémes termékeket, és úgy van ez megalkotva, mint hogyha valóban útra kelnénk, és mondjuk lenne repülőjegyünk, ez is látható van rajta, a stewardess is, és úgy vannak a színek elrendezve benne, mintha a repülőgépen a szék sorok lennének, tehát az A4, B4, C4, stb. Ugye az A1-től fölfelé, és nagyon-nagyon szeretem a színeim, hát valóban sok színű palettáról van szó, ugyan nem mad benne a fekete, de annyira kevésbé szaténos, csak hogy abszolút használható mélyítésre a szempillatöveknél, vagy akár a külsővében, emellett van benne több matt satírozó szín, én ezt szeretem a sminknek a szélének az eldolgozására használni, ezt a kettőt pedig mélyítésre, ugye a
mélyítő vonalban, és emellett csodálatos szatén színek vannak mindenféle árnyalatokban, és van, amelyiken már nagyon jelentős bemélyedés látható. A kedvencemet szeretném megmutatni, az A1-et, és mondjuk még melyik legyen, a B2 türkiz is jöhet, valamint a C4 érdekes pici duokrom barna. Nagyon pigmentált, csodálatos színekről van szó, öröm velük dolgozni. Annyi gondom van vele, hogy a matt színek azok annyira nagyon puhák, hogy az ember nem is számít rá. Tehát tényleg nagyon puhák a többiek is, de azok aztán extrán puhák, tehát nagyon óvatosan kell bánni, mert könnyű vele mélyedést okozni, és felesleges terméket kinyerni az ecsettel, amely aztán csak veszendőbe megy. De ezen kívül egy rendkívül jó minőségű sokoldalú palettáról van szó, tényleg nagyon nagy örömmel használtam nagyon sokszor. És egyébként ez az A1-es szín, ez egy icipici duokrom érdekes ezüst, ugyanakkor meleg szín is, tehát nagyon sokféle alkalomra ez volt a szemhéjamon. A következő palettát szerintem sokatok eleve is sejtett, hogy benne lesz a videóban, a Too Faced Chocolate Barról van szó, amely egy csokoládé alakú csodálatos paletta, és egyébként a színek benne kakaóporral, valódi kakaóporral készültek, ennek köszönhetően kakaó illatúak a színek benne, illetve hát a festékek. És hát itt ismét arról van szó, hogy nagyon sok kedvenc színe van benne, és nagyon sokszor nyúltam ehhez a palettához, mert garantált vele az eredmény, és tényleg abszolút nem kell attól félni, hogy aláhullik mondjuk a szemfestékünk, és a korrektort újra kell alkotnunk a szemünk alatt, hanem tökéletesen jó formulájú festékekről van szó, egyszerűen csak is áradozni tudok róla. És itt ismét arról van szó, hogy nagyon sokféle színt kaptunk, van benne egy picit élénkebb lila is, bár ezen kívül azért egy naturpalettáról van szó, és csodálatos színek, ugye van benne itt ismét egy teljesen világos matt satírozó szín, amellyel ugye a sminknek a színét dolgozhatjuk el, emellett van mélyítő vonalas satírozó szín is, és nekem óriási kedvencem ez a vöröses satírozó, mert valahogy annyira jól összehangolja a sminket, akár lehet rajtunk egy hideg smink is van, hogy ezt veszem elő, és ezzel satírozom el a szélét, mert azzal, hogy meleg lesz a sminknek a széle, valahogy sokkal jobban egyben van az arc, és sokkal kerekebb az egész, mármint hogy a kerekebb a sminknek a jellege, úgy összehangoljuk tényleg a dolgokat, és emellett van benne csodálatos aranyszín, csodálatos melegbarna, van benne egy olyan, amely ilyen megy színű, és vannak benne nagyobb csillámok, amelyek nem potyognak el a nap végére, egyébként szintén vannak csillámok ebben a lilában is. És nekem a legesnagyobb kedvencem az a marcipán nevű szín, amelyet mutatok is. Icipicit duokrom hatású, tehát olyan, hogyha az egész szemhéjra csak ezt visszük fel, és például mélyítünk a mélyítő vonalban, akkor már kész is van a sminkünk, mert annyira különleges hatást kelt a szemhéjon. Nagyon-nagyon szeretem ezt a palettát. Talán az egyetlen hátrány, hogy nincsen benne matt fekete, de van benne egy matt, nagyon sötét barna, tehát ezzel helyettesíthetjük a sminkünkben a feketét. A következő palettát pedig tesztelésre kaptam a Pink Pandától, és nagyon teli találat lett, tényleg annyira tökéletesen választották ki nekem a tesztelendő palettát. Ugye nyilvánvaló, hogy én nagyon szeretem a natur palettákat, és itt is egy ilyen termékről van szó. A neve Black Velvet, és egyébként ilyen bársonyos jellege a bevonata, és van rajta egy üvegnek látszó műanyag szívecske, ilyen csiszoltnak látszik, szerintem nagyon mutatós is. És belül van egy teljes méretű tükör, valamint rengeteg gyönyörű szín. Ugye látható az elrendezése alapja, hogy nagyon hasonlít az előbbi Too Faced palettára, tehát itt is vannak nagyobb méretű színek benne, és szerintem ez egy tökéletesen jól összeállított paletta, abból a szempontból, hogy vannak benne fényes színek, szaténosok, illetve akár már metálosnak nevezhetők is, és van benne elég sok matt szín is, méghozzá matt feketét is kapunk, ami főnyeremény, van itt ugye a matt világos, amellyel a sminknek a szélét satírozhatjuk el, mélyítő színből több is, tehát tényleg akár a mélyítő vonalban is abszolút boldogulhatunk vele. Tetszik az, hogy van benne ilyen hidegebb pesgő szín és hidegebb beütésű arany is, van benne sötét szürke, amely szatén, tehát gyönyörű füstös smink készíthető vele. Egy nagyon-nagyon jól összerakott paletta, tényleg az, hogy a matt és a szatén színeknek az aránya is jó, valamint az, hogy sokféle szín van benne, szerintem utazó palettának is ideális, hiszen a nagyméretű tükör is azzá teszi. Az utolsó kedvenc pedig olyan kedvenc, amely mellé igazából képzeljétek ide a másik két testvérét is, ugyanis a Naked 2-t is rendkívül sokszor használtam, főleg, hogyha hidegbeütésű, ezüstös, hideg sminkre vágytam, mondjuk füstösre, illetve a Naked 3-hoz nagyon-nagyon sokszor nyúltam a nyár folyamán, mert az aranybeütésű sminket valahogy úgy nagyon sokszor tudtam hordani a ruházatomhoz, de a Naked, az alap Naked az, amely a legtöbbször felmerül nálam, talán ez a legsokoldalúbb az összes közül, hiszen amellett, hogy vannak benne ugye hidegbeütésű szürke,
kell fekete színek, vannak benne barnás rengeteg, illetve vannak benne rózsaszínes beütésűek is, tehát tényleg abszolút tudunk a rózsaszín irányba is elhaladni vele, illetve csodálatos aranyszínt is kapunk benne, tehát tényleg talán a legsokoldalúbb négyét palettáról van szó, és van benne szintén satírozó szín 2 is, ugye a mélyítővonalhoz, illetve a smink széléhez, van benne egy gyönyörű visszafogott szatén kiemelő szín, mondjuk a szemöldök csontra, tehát szerintem az egyik legeslegjobb paletta a világon, tényleg nem tudok róla eleget áradozni. Nagyon szeretem a minőségét is, bár vigyázni kell vele, hogy leütögessük az ecsetet, mielőtt a szemünkhöz emeljük a festéket, mert hajlamos a potyogásra, főként pedig a nagy csillámokat tartalmazó színeknél kell vigyázni, mert potyogásra hajlamosak. És akkor mutatok belőle pár kedvencet, például a ma rajtam lévő Gunmetal, aztán mondjuk legyen a Toast, ami egy rózsás beütésű, csodálatos szín, valamint akkor a Virgin nevű előbb említett szép kiemelő szín szeretném megmutatni. Nagyon jól pigmentált, csodás, tartós színekről van szó, de persze ehhez is szükséges a megfelelő alaphasználata, és őszintén szóval nekem az ő saját primer potion alapjuk, amelyet mindenki isteníteni szokott, nem volt elegendő, és az olajos szemhéjam simán átütött rajta, és ráncosodtak a festékek, de az előbb említett color tetőkkel már teljes mértékben tudom használni. Szerintem az egyik legjobb paletta, és egyébként a blogomon vannak hasonmásokról is tesztek, tehát lesz majd link a leírásban, hogyha nem szeretnétek ezt a nagy összeget kiadni, akkor ott tudtok tájékozódni, hogy melyik hasonmásra érdemes esetleg lecsapni helyette. Ezek voltak tehát a 2015-ös év sminkelési és körömápolási kedvencei, és mivel időközben Schrödinger idejött mellém, ezért gondoltam, hogy őt is megmutatom nektek. Nagyon álmos feje van, ugyanis a délutáni napsütésben mindenki alszik körülöttem, és csak én tevékenykedem. És mindenképpen kérlek titeket, hogy írjátok meg a megjegyzésekben, hogy voltak esetleg közös kedvenceink az év folyamán, illetve mik voltak a ti kedvenceitek, mert mindig szívesen olvasom az ilyesmit. Kértek máskor is, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!